Szombat este a dal elődöntőjében újra színpadra lép a The Sign. A Miskolci Együttes ő című szerzeménye, a mezőn talán legkülönlegesebb darabja. Refrén nélkül varázsolja el a zenekedvelő közönséget. A közönség szavazataira most is nagy szükségük lesz a srácoknak. Tegnap indult útnak a The Sign. A zenekar ő című szerzeményével jutott az Eurovíziós Dalfesztivál magyar válogatójába. Daruk különleges és tiszta. A zsűri és a közönség szívét is meghódította teljesen értették a szándékunkat. És például Bot Miklós az ki is emelte, hogy, hogy nagyon tetszik neki, hogy látszik rajtunk, hogy tudnánk egy ilyen mainstream-ebb, pop populárisabb dalt írni, de mi mégis egy komplexebb utat választottunk, és azt javasolta nekünk, ez nekem nagyon, nagyon tetszett, és azóta is sokat gondolok rá, hogy inkább legyünk egy egérnek a feje, mint egy elefántnak a feneke. A következő megméretetés szombaton már a dal elődöntőjében város rácokra. Egy lépéssel közelebb kerülhetnek az Euróvíziós dalversenyhez. Azt mondják, ott motoszkál a végső győzelem a fejükbe, de mindig a következő produkcióra koncentrálnak. Már most nagyon büszkék, és Magyarországot képviselni az egyik legnagyobb ámuk lenne. Mindannyiunknak egy ilyen beteljesült álma lehetne, hiszen ö, ö, elég sokat néztük az Euróvíziót régebben, és nem csak régebben, most is a közelmúltban, de most, hogy így szerepelhetünk így a, a dalban, illetve esély nyílik arra, hogy esetleg a hazánkat, Magyarországot képviselhessük nemzetközi szinten, az azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon nagy dolog lenne, egy életre szóló dolog, amit nem felejtenénk el illetve nagyon nagy megtiszteltetés lenne, nagyon nagy feladat. A zsűri mellett a közönségen is múlik, hogy szombaton közelebb kerül -e a Miskolci Együttes az Euróvízió dalversenyhez, és ezzel az álmuk megvalósításához.